300 ezer forint értékben vásároltak adományokat az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság állományának tagjai, hogy segítséget nyújtsanak a kárpátaljai magyaroknak. Egy emberként fogtunk össze, nyilvánvalóan nem határozhatunk meg összeget, hogy ki mennyit fog ebbe a gyűjtésbe beleadni, de kivétel nélkül minden egyes tűzoltó a saját lehetőségeihez mérten adott ebbe pénzt. Az orosz-ukrán konfliktusból kifolyólag eléggé megérintette az állományt az, hogy mennyi kárpátaljai magyar kényszerült elhagyni Ukrajnát, és látva az egy darab szatyorral elinduló kisgyermekes családokat, úgy döntöttünk, hogy adománygyűjtést rendezünk itt a tűzoltóság berkein belül, és személyi állomány mintegy 300 ezer forint értékben Tiszabecsre fog a holnapi nap folyamán vinni tartós élelmiszert, pelenkát, tisztálkodószereket, azért, hogy a kárpátaljai magyarokat megsegítsük. Itt már az átalakított autó csomagtartójába pakolják be az adományokat indulás előtt. A cél Tiszabecs, ami közel 5 órás autóútra van Bátaszéktől. Az állomány 4 tagja vitte el a legszükségesebb dolgokat a kárpátaljai településre. Tiszabecs viszonylag közel van ugye a határhoz, és felvettem a kapcsolatot az ottani polgármester úrral, és ott gyakorlatilag egy komplett általános iskolát rendeztek be erre, és rengeteg kárpátaljai magyar érkezik Tiszabecsre, ezért döntöttünk úgy, hogy egyrészt személyesen fogjuk elvenni az adományokat, nem pedig karitatív szervezeten keresztül, illetve szeretnénk megnézni az ottani helyzetet, és a továbbiakban, hogyha szükség van rá, akkor még támogatni őket, illetve szeretnénk köszönetet mondani az ott dolgozó önkormányzati dolgozóknak, illetve önkénteseknek is, akik azt gondolom, hogy emberfeletti munkát végeznek azzal, hogy ezt az ember áradatot fogadni tudják. A tűzoltóság parancsnoka elmondta, bár sokan segítenek, mégis iszonyatos a határon túli helyzet. Hozzátette, ha a kárpátaljai magyaroknak további segítségre vagy esetleges szálláshelyre lesz majd szükségük a környéken, akkor is támogatni fogják őket.